Andrew Strom, igazi és hamis ébredés. Második rész. Mi a csoda folyik itt? A karizmatikus jelzőt eredetileg olyan emberek, zárója kinyitva és csoportok, zárója bezárva, megnevezésére használták, akik hittek a Szent Szellem keresztségben, melyet olyan bibliai ajándékok követnek, mint például a nyelveken szólás, a gyógyítás ajándéka, stb. Ezekre a dolgokra természetesen végig az egész új szövetségben találunk példákat. Így látható, hogy nagyon erős bibliai háttere van meg megtapasztalásoknak. És az egész pünkösdi mozgalomnak, melynek tagjai hisznek ezekben az ajándékokban, világszerte több millió tagja van. Már több évtizede ez egyik leggyorsabban növekvő keresztény mozgalom az egész földön, és általában véve elmondható, hogy a szentírással és a teológiai kérdésekkel kapcsolatban eléggé hagyományos és teljes evangéliumi nézeteket vallanak. Azonban az utóbbi mintegy 15 évben e pünkösdi mozgalomnak a karizmatikus ága mindenféle bibliai tapasztalatokon messze túlnövő szellemi élményeket és manifestációkat kezdett el felölelni, illetőleg azoknak teret adni. Ezen újabb szellemi tapasztalások között vannak olyanok, amelyek gyakorlatilag ártalmatlanok, míg mások egyenesen bizarnak, idegenszerűnek és egyáltalán nem bibliaiának tűnnek. Én már jóval azelőtt tagja voltam a pünkösdi Karizmatikus Mozgalomnak, hogy ezek az újabb különös jelenségek beáradtak volna, így nagyon sok mindent belülről is megfigyelhettem. Láttam, hogy milyen hatása volt ezek az új furcsaságoknak a mozgalom egészére. És meg kell mondjam, a beáradó jelenségek nagy részét én már rögtön az elejétől kezdve nyugtalanítónak találtam. És mivel ezt szóvá is tettem, elég sok bajom is lett belőle. Rákérdezem ugyanis, hogy most akkor hogyan is kellene kezelni és értelmezni ezt a bizonyos szellemi részegség dolgot, a nevetőjövredéseket, a rángatózásokat, a remegéseket, az állati hangokat, az aranyport, az angyaloknak tulajdonított tollakat és a furcsa angyalai találkozásokat, stb. Zárója kinyitva. Kedves olvasók, kérlek ne gondold azt, hogy ezek a dolgok, melyekről beszélek, csak egy-néhány szélsőséges kilengés durva példái. Az utóbbi években a profétai mozgalomban e jelenségek egyre gyakoribbá váltak, és már nem csak kivételes esetenként fordulnak elő, hanem nagy általánosságban. Tény, hogy korunkban nagyon nehéz lenne találni akár csak egy olyan nagyszabású profétai jellegű találkozót is, ahol nem ezeket a fente jelenségeket keresnék és papagánk. Zárója bezárva. Alább szeretnék részleteket közölni néhány olyan beszámolóból, amelyeket az olvasóim küldtek nekem az évek során. Ezekben olyan alkalmakról és vagy ébredésekről számolnak be, amelyen személyesen is részt vettek, és olyan dolgokat írnak le, amelyeket ők maguk is megtapasztaltak. Korábban már hangsúlyoztam, nem szabad úgy vélekednünk, hogy ezek csupán szélsőséges, szokatlan és ritka jelenségekről van szó. A profitai mozgalomban és a river, azaz folyó, Ébredésekben az utóbbi 15 év során ezek a dolgosanos mind egyre gyakoribbakká váltak. Barbara ezt írta. Már korán éve odaértem az alkalomra, mert nagy izgalommal töltött el annak lehetőségük, hogy egy igazi ébredést lássak és tapasztaljak meg. Ébredést, amelyre tudom, hogy Jézus Krisztus minden igazi követője vágyakozik, hogy végre kirobbanjon az egyházban, annyira nagy szükségünk van már erre. Ott voltam, tehát és beszélgettem azokkal, akik szintén ott várakoztak. Mindenki arra bátorított minket, hogy a hosszú utazásunk nem hiába való, s meghozza gyümölcsét, és az úr gazdagon megáld majd bennünket. Az előtérben néhány ott árult prospektust és izgatott várakozást töltött el. Vágytam még jobban megismerni azokat a dolgokat, amelyeket az úr cselekszik. Végül aztán elkezdődött az alkalom dicsőítéssel, és izgatottságom és az addigi lelkesedésem gyorsan elpárolgott. Valami ugyanis nem volt rendjén. Azt gondoltam, hogy biztosan túl sokat vártam ettől az egésztől. A dicsőítés olyan volt, mint a modern keresztény dicsőítése, általában, amihez én is hozzá voltam szokva, a dalok nagy részét ismertem is, de valami mégsem stimmel szellemben. Aztán elkezdődtek a manifestációk. A fiatal lányok úgy járkáltak össze-vissza, és úgy gesztikuláltak, mint a legalábbis akut pszichés zavarra küzdöttek volna. A dicséretvezetők egyike egy hölgy, a padlóra roskadt a dicsőítés alatt, és nagyon sokáig ott feküdt kiterülve. Azt mondogattam magamban, hogy légy nyitott, ne foglalj véglegesen állást. Folyamatosan azt kérdeztem magamban az úrtól, hogy uram, ez te vagy? Te cselekedsz -e itt? Ha igen, akkor kérlek, adj nekem szellemben békességet. De a várt békesség nem jött. Ahogyan aztán a beszélők sora kijöttek, hogy megosszák az élményeiket, én egyre nyugtalanva lettem. Hallgattam, ahogy egy folyó misztikus megjelenéséről beszéltek, és hogy annak az ereje hogyan zúdult be az egész épületbe, és változtatott meg mindent. És csak beszéltek, és beszéltek mindenféle manifestációkról, különösen a bizarr viselkedésekről, amelyek a hitük szerint közbenjárási szülési fájdalmak voltak. A pásztor feleséges beszélt, és egész idő alatt, amit csak a színpadon volt, kontrollálhatatlanul rászkódott, miközben mindenféle ezzel az új jelenséggel kapcsolatos történeteket mondott. Végül elegem lett, többet már nem bírtam ott maradni, ránéztem a családom, és azt mondtam, nagy erőnk innen, és ők azonnal jöttek is. A megvásárolt prospektusokat is ott a gyülekezeti parkolóban, még csak a kocsimba akartam azokat betenni, eddig tart Barbara levele. Michael ezt írta. Három nappal ezelőtt, vasárnap, számos fiatal tért vissza az egyik ilyen alkalomról. A 16 év körül fiatal lányok közül három nap tapasztalhattuk a rászkodásokat és a kígyószerű vonaglásokat. A lányok egyikesen mert volna korábban így viselkedni, Ketten közülük kifejezetten szégyenlősek voltak. Mégis a vasárnapi istentiszteleten ezeket a manifestációkat produkálták, és egyáltalán nem voltak urai önmaguknak. Úgy ültek ott a sorok között, olyan tekintettel, mintha legalábbis egy elmeintézmény gondozatjai lettek volna. A gyülekezett tagjai közül sokan nem állták ezt meg nevetés nélkül. Bevallom, én is majdnem elnevettem magam, annyira különös volt az egész. De minden erőmmel megpróbáltam visszafajta a nevetésemet, mert pár így is nagyon különös és vicces volt mindez. Hétfő reggel az egyházi iskolában, ahová a lányom is járnak, a reggeli lelki gyakorlat, amely nem szokott egy negyedónál tovább tartani, a lányom elmondása szerint több mint két órán keresztül tartott. Ekközben az előbb említett három leányka által produkált manifestációkat nagyon sok gyereknek próbálták továbbadni. Miután a feleségem ezt hallotta, igencsak nyugtalan lett, és nagyon aggódni kezdett. Azt kérte tőlem, hogy mindketten vegyünk részt a kedregeli, azaz tegnapi lelki gyakorlaton. Ott voltunk tehát, és minden a szokott módon kezdődött, elmondták a szokásos fogadalmat, megvallásokat, stb. Azután a pásztor prédikált. Az üzenete arról szólt, hogyan kapjunk többet Istenből, amihez az kell, hogy minden bűnünket a vér alá hozzuk, magunkat teljesen megtagadjuk és beálljunk az áldás folyamába. Azt is mondta, hogy Isten áldásainak az akadálya lehet, az, ha a diákok úgy gondolják, hogy mit fognak az emberek szólni, ha ezt látják, hogy elkezdek remegni, rászkodni, vagy éppen kifekszem a szellemben? A pásztor ezt újra és újra nyomatékosította. Holott az elmondása szerint ez az egész nem a manifestációkról szólt. Azt is hangsúlyozta, milyen nagy szerepet fognak majd a tanulók abban az ébredésben betölteni, amely hamarosan kirobban a gyülekezetben. Aztán vége lett az üzenetnek, az zene elkezdődött, és elkezdték kívánni a gyerekeket akik sorra el is indultak kifelé, reagálva a kihívásra. Az egyik dolog, ami szintén zavart engem, az az volt, hogy végig csak egy, körülbelül 30 másodperc alatt énekelhető dalt játszottak újra és újra. Zárójel megnyitva, melynek a szövege ez, Kenet esrám, Kenet esrám, a Szent Szellem nagy, erejessen most rám, Kenet esrám, zárójel bezárva. Az alkalomnak ez a része, mely során előre hívtak embereket, több mint egy órás volt, miközben végig ezt a dalt énekelték, és hát ez tisztán olyan volt, mint egy mantrát énekeltek volna. A manifestációk újra kezdődtek, először a már említett lányokkal, aztán tőlük a többi tanulóra is gyorsan átterjedtek a megnyilvánulások. Közülök többen rászkodni és remegni kezdtek, különösen a lányok. De miért éppen a lányok? A diákok sorra odaléptek egymáshoz, és kezüket egymásra tették. Vasárnap este tapasztalatokon kívül még a következő manifestációkat lehetett látni. Kontrollálhatatlan svírás, ide-oda tántorgás, dülöngélés, megállni képtelenség, a földön mozdulaton való fekvés, kígyószerű vonaglás, négy való mászkálás, állati hangon való bőgés, kimerültség. hogy jelenleg a kezemben lévő leírás szerint, amely a kundalini, saktit, gyakorló emberek manifestációról szól, pontosan ugyanezeket láttuk mi is. Miután már legalább egy óra eltelt, így a diákok visszamentek a helyekre, de csak miután már a zenés elhallgatott. És csak ültek csendesen, egy szót sem szólva, még legalább egy 30 percig. A három említett lány közül az egyik felállt, és azt mondta, hogy az Isten szuverén munkája, hogy egyre csak sírt. Aztán az iskolai tanárok közül valaki azt mondta, hogy most már ideje, hogy a diákok egy kicsit kifújják magukat, és hogy most már jó lesz egy kis pihenés, azok után, hogy ennyire az úr jelenlétében voltak. A lányaimat ma nem vittük iskolába, és addig nem is mennek, amíg ez a dolog le nem rendeződik. Ez egész egyszerűen bizarr. Én már megtapasztaltam Isten erejét, átéltem a Szent Szellemmel való betöltekezést, de ezek az átélések soha nem okoztak bennem kimerültséget, sem azt a fajta zavarodottságot, amelyet ezekkel a fiataloknál látni lehetett. Eddig tart Mike levele. Filippes ezt írta. Egy barátom meghívott, hogy látogassak meg egy olyan gyülekezetet, ahol egy nagynevű nevű erőteljes gyógyító szolgálatban álló pásztor szolgált. Az azt megelőző estén egy álmom volt. Az álomban egy hatalmas kígyóval harcoltam, amelynek valamiféle nagy kése is volt. A harc közben a kígyó vére a fejem közepére csöppent. Akkor még nem értettem, miről is szól ez az álom. Jó lehet, ismertem a 3 Mózes 17-11-et, az 1 Mózes 9-4-et, a 3 Mózes 17.14-et, mely szerint, mert a testnek lelke a vérében van. Nem tudtam elhinni, hogy a kígyó szelleme bennem lakozhat, mert hogy keresztény voltam, vagyok. Jézus Krisztus győzelmet adott nekem a bűném felett, teljesen megváltoztatta az életemet, és szabaddá tett. Nagyon hálás vagyok a golgotáért, és soha nem hagynám el a békesség fejedelmét a sötétség erőiért. Elmentem tehát ebbe a bizonyos gyülekezetbe de alig tudtam bejutni, mivel hogy akkorra már tele volt emberekkel. A pótteremben találtam még helyet, bár ott is nagy volt a tömeg. Ott volt egy nagy tévéképernyő és egy pár hangfal. Az alkalom közepén, amikor a kórus és a nagy illetve az AOG, vagyis az Isten gyülekezetei tagjai, a dicséreteket énekelték, a pásztor megkért mindenkit, hogy álljanak fel, és emeljék fel a kezeiket. Én is így tettem, és rá egy perce a kezeim elkezdtek remegni majd szinte rögtön az egész testem nagyon erősen rázkozni kezdett. Leginkább úgy tudnám leírni, hogy olyan voltam, mint egy fa, amelyet erős szél szaggat. A gyülekezetben sokan arról tettek bizonságot, hogy meggyógyultak, és emberek százait tapasztalták meg a szellemi manifestációkat. Az álmom ellenére én is nagyon boldog voltam. Azt mondtam magamnak, hogy a Szent Szellem érintett meg. Jól lehet tudtam, hogy Jézus azt mondta a Máté 24-24-25-ben, hogy mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy elitessék, a lehet, még a választottakat is. Mégsem hittem a kígyó szelleme, egyszerűen belém költözhet, mivel úgymond nem hívtam be. De az egymózes három egyszerint szerint a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett. Így miután ez a szellem megtámadott, bármikor, amikor csak elkezdtem imádkozni, szinte rögtön jött ez a szellem, és fokozatosan elkezdte uralni a testemet. A manifestációk olyan erősek voltak, hogy még ha teljesen mozgásképtelen is lettem volna, akkor is el tudott volna kezdeni mozgatni engem, mert a testem döbbenetesen erős mozdulatokat produkált, amelyeket nem én irányítottam, és amelyeket nem is tudtam volna ilyen meglepően, gyors sebességgel elvégezni. Ennek a tévés evangelistának, a gyülekezetébe még négyszer mentem vissza, és csak egyszer történt az, hogy a szellem nem érintett meg. Elmentem még másik két közösségbe is, ahol a manifestációk szintén nagyon erősen jelen voltak. Az egyik prédikátor olyan erőteljes szellemmel szolgált, hogy még csak meg sem érintette az embereket, csak mondott valamit, és az emberek egyből padlót fogtak, és a földön feküdtek. Szinte egy kézen meg lehetett számolni azokat a hívőket, akik nem feküdtek ki szellemben. A padlón feküdtek azok, akik szent nevetésben törtek ki, néhányan furcsa zajokat adtak ki, voltak, akik rászkodtak, mások pedig totál kiütve, mozdulatlanul feküdtek. A bennem lévő szellem hatására én csak szépen táncoltam a dalokra, de időről időre annyira erős szellem kaptam, hogy hatására erőteljesen visszadobottam a székembe, a fejem pedig teljesen hátra csuklott. Ha a szék nem lett volna mögöttem, nem tudom, mi történt volna velem háromszor is elmentem ezekre az alkalmakra, hogy lássam a manifestációkat, és minden egyes alkalommal a szellem nagyon erősen hatott rám. Egy nap, miközben otthon voltam, és az általam legelőször meglátogatott gyülekezet dicsőítő CD-jét hallgattam, éppen a szellem még egyszer nagyon erősen rám szállt, más keresztény énekestől is lejátszottam dolgokat, és a szellem nagyon élvezte ezeket. És a hatására lassan táncolni kezdtem, majd egy hirtelen összetettem támad, elhatároztam, hogy megvizsgálom ezt a szellemet. Egy János négy egy. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis proféta jött ki a világba. És míg ott voltam a térdeimen, a dal végén gyorsan átkapcsoltam egy világi dalra, egy népszerű táncolós dalra, melynek gyors ritmusa van. A szellem nagyon örült és arra késztetett, hogy nagyon szexisen táncoljak, csípőmet forgatva. Na, több se kellett, egyből felismertem, hogy ez egy antikrisztusi szellem, amelyről a kettő Teszalonika kettő 9.12 is beszél. Akinek eljövetel a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek. Mivel, hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességükre. És azért bocsátja rájuk Isten a és erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban és a Máté 24 11 és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Nos, egy dolog volt rájönni arra, hogy éppen egy gyülekezetben jött rám egy gonosz szellem, de egy másik viszont az, hogy ha már így áll a dolog, akkor hogyan lehet ebből megszabadulni? Hogyan tudnám ugyanis megkérni pont azokat a keresztényeket, hogy imádkozzanak értem, akik a Szent Szellemnek vélik azt a szellemet, amelytől nekem pedig szabadulnom kellene? Ott voltam tehát egyedül, ezek ellen a démoni erők ellen, ezzel a tudattal, hogy nagyon sok gyülekezetet ezek a szellemek már bevettek. De a reményem Krisztusban volt, és így nem estem pánikba. Biztos voltam abban, hogy ő nem hagy el, így itt azt tettem, amit ő mond, hogy ilyen esetekben tenni kell. Böjtöltem és imádkoztam. Három nap és három éjszaka csak vizet ittam. Harmadik éjszakán már ahhoz is túlfáradt voltam, hogy aludjak, de volt egy rövid álmom. Álmomban két hatalmas kezet láttam, fenn a megyben, és a jobb kéz mutatójával felé mutatott, gondolkodtam az álmom jelentésén, míg aztán elolvastam Lukács 11 at Ha pedig Isten újjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa, és azóta az ennek a szellemnek, szellemeknek köszönhető manifestációk teljesen megszintek, Isten kegyelm által. Eddig tart Filippe levele. bbs ezt írta. Engem és a férjemet a barátaink meghívtak így összeölt erre. Mivel nem ismertük ezt a bizonyos szolgálattevőt, akit egyébként úgy mutattak be nekünk, hogy nagyon erőteljes szolgálata van, halottak támadnak fel a szolgálata nyomán, stb. Mi is elmentünk velük. És attól, amit ott tapasztaltam, még mindig kiráz a hideg. Mert ami ott volt, az Istennek és az ő a megcsúfolása volt. A dicséret nagy részt rendben ment addig, ameddig a dicsőítő csoportból két hölgy el nem kezdett szellemben énekelni. Zárójel megnyitva, én úgy érzekeltem, hogy ez nem a szent szellem volt. Zárójel bezárva. Az ének szavai Istenről szóltak, de a hangneme és a hangulata elég sötét volt, és kitűnt, hogy valami nem stimmel. Olyanok voltak, mint a volna. Szinte szóval rögtön ezzel az egy időben az emberek elkezdtek a földre esni, és kiáltozni, kotkodákolni, farkasként üvölteni, vonaglani, stb. Az egész tisztára ördöginek tűnt, és nem pedig egy dicsőjöttő alkalomnak. A szolgálattevő aztán elkezdte a karját az emberek felé engedni, és azok elestek a szellem ereje által. Aztán bizonyos emberekre mutatott a bibliájával, és susogó hangot adott ki, mintha őket azzal megcsapta volna, és azok elzuhantak a szellem ereje által. Zárója megnyitva, azért használtam itt kicsi S betűt, mert ez nem a szent szellem volt, zárója bezárva. Mindezt én már nem bírtam tovább nézni, így otthagytam az egészet, még a prédikáció előtt, de a férjem ott maradt, mert kíváncsi volt, hogyan és miről is tanít ez az ember. Szomorúan konstatálta, hogy a szolgálattevő semmit sem mondott a bűnökből való megtérésről, sem az Isten előtt megélt szent életről, csak a szeretetről, örömből és a boldogságról beszélt, és arról, hogy kapcsolatban lehetünk Istennel. hozzá mindenféle különösebb elkötelezettség nélkül a részünkről. Egy szó sem hangzott el a bűnről, vagy arról, hogy Isten megbocsátja bűneinket. Ellenben azt viszont állította, hogy már 83 embert feltámasztott a halálból. Tehát hogyan lehet ez? Nem annak az esete ez, hogy uram, uram, betegeket gyógyítottunk, démonokat űztünk ki, és halottakat támasztottunk a te nevedben, és ő ezt válaszolta. Távozzatok tőlem, sosem ismertelek titeket. Mi történt a gyülekezettekkel? Vagy halottak, vagy őrültek? Hát nincs már egy olyan hely sem, amely valóban élő közösség lenne az Isten szent jelenlétével? S vajon ítélkezése ez a mi részünkről? Nem pünkösdiek vagyunk mi is, de azt tudjuk, hogy nem minden szellemi élmény van Istentől. Mi Isten tiszta szent jelenlétére vágyunk. Eddig tart BB levele. PV ezt írta. Vasárnap este egy olyan alkalmon voltunk, amelyen egy hamis ébredés zajlott. Ott azt mondták nekünk, hogy menjünk ki előre, csatlakozzunk az ott lévő körtalkotó emberekhez, kiáltsunk együtt nagy hangon és hívjuk Illés Istenét. És mikor ez megtörtént, egy csomó furcsa manifestáció kezdődött el, és azt mondták nekünk, hogy várjunk az úrra, mert ő fog nekünk valamit mondani. A férjem az egyik barátunk, és én majdnem nem jöttünk el erre az alkalomra, de mivel a többi barátunk a már korábban eljött ide, ami két lányunk is, úgy éreztük, el kellett jönnünk nekünk is. Hogy vigyázzunk rájuk? és mint utóbb kiderült, ez igen jó ötlet volt. Nos, ahogy mi hárman ott voltunk, abban a bizonyos körben, tisztára kitűntünk a tömegből. Közben arra utasítottak minket, hogy kezdjünk el hálát adni Istennek azért, ami tenni fog. De egyikünk sem érezte a Szent Szemem jelenlétét ebben az egészben. Nagyon elszomorodtunk. Még azt is mondták nekünk, hogy egyáltalán ne aggódjunk azok miatt, amelyek történtek, mivel hogy ezek benne vannak a könyvben. Egy ilyen örömhullámszerű dolgot is csináltak, de én csak becsuktam a szememet, imádkoztam, és semmi más sem éreztem. Csak egy mély szomorúságot azok miatt, amelyek körülöttem történtek. Még amikor nagy hangon kiabáltak, én akkor is csak csendben voltam. Ha akartam volna, se tudtam volna egy szót sem szólni, de nem is akartam. De hogy egy picit még visszatérek a dolgok elejére, amikor először megérkeztünk az alkalomra, már akkor megcsapott engem a szellemi részegség hatása, és akkor azt mondtam, hogy uram, ha ez nem tőled van, zárójel megnyitva, Nekünk ugyanis folyamatosan azt hajtogatták, hogy ez a mulatozós, érzéki jellegű szeretet Isten iránt. A szellemi részegség és tobzódás mind-mind Istentől van, zárója bezárva. Akkor én megdurgálom ezt a Jézus nevében, és annak a szellemnek hatása rögtön elhagyott engem. Na, ez a válasz volt a kérdésemre. A pogány jellegű kör rituálé végére, zárójel megnyitva, legalábbis nekem annak tűnt az egész, Zárója bezárva, úgy éreztem, le kell térdelnem a helyemen és imádkoznom. Kell. Világossá vált ugyanis a számomra, hogy vége van azoknak a napoknak, amikor csak úgy együtt lehetett menni a tömeggel. A bennünk felmerülő kérdések, amelyekre utána az igében kerestünk választ, ezek voltak. Hogyan is néz ki, amikor betölt valakit a Szent Szellem? Zárójel megnyitva. Úgy néz ki, mintha az életőben lenne rúgva? Zárójel bezárva. Ha egy olyan jelenetet játszanak le, ahol a pogány isteni vádat folyik, és arra szimplán alejátszanának egy keresztény dalt, észrevennék -e az emberek a különbséget? Az, amit ezeken az alkalmokon láttunk, valójában nem lenne más, mint a pogány tobzódás. Mi falakon álló őrszemek vagyunk, és igenis megvizsgáljuk a szellemeket. És valóban nagyon furcsának tűnhettünk, mert mi nem tapasztaljuk meg azokat, amelyekben körülöttünk mindenki más tobzódik. Vajon, ha ugyanazt a tart több mint 40 percig énekig nem olyan, mintha egy pogány, ismétlőgő jellegű imaforma lenne? Nos, ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel küzdködtünk, mivel hogy próbáltuk megvizsgálni a szellemeket, hogy meglássuk, mi a jó, és ahhoz tudjunk ragaszkodni. Ahogy a szentírást kutattuk, olyan válaszokat találtunk benne, amelyek azt erősítették meg, amit a szent szellem mutatott nekünk. Ami menjen, csodálatos módon gondoskodott rólunk, amikor imában kértük, hogy el tudjuk kerülni a megtévesztést. Az Úr nagyon hűségesen vezetett minket, és a lépéseinket. Ebben a gyülekezetben, ahol Janártól jártunk, egyrészt tehát ott munkálkodik Isten szelleme, másrészt azonban démonikus szellemek is vannak, és a kettő néha annyira összekavarodik, hogy igen nehéz megkülönböztetni, hogy éppen mi is zajlódik. Mi tartjuk a kapcsolatot a gyülekezet vezetőivel, szeretjük őket, kedves testvérénk az Úrban, de sajnos megtévesztés alatt vannak a férjemmel együtt meg is fogalmaztuk, és meg is említettük nekik azokat a kérdéseket, amelyek nagyon nyugtalanítanak bennünket. Mint például a tenyérolvasás, amikor előre hívják az embert, és nagy nyilvánosság előtt mondanak nekik dolgokat. A remegések, az érzeki táncok, a szellemi részegségi megnyilvánulásai és hasonlók. És ők nagyon is megértőnek, tűntek és foglalkoztak is ilyen kérdéssel. Mi azonban azon gondolkodtunk, hogy vajon ez az -e a pont, amikor az életünket féltve el kell menekülnünk. Az elmúlt két alkalom telítve volt mindenféle bizarr dolgokkal, az események túlelgárásával, fennegyításával és túlzott érzelmi megnyilvánulásokkal. Az egyik dicséretvezető a következőket mondta: Meghívtak egy buliba, de én nem mentem el. De tudjátok, amikor az emberek buliznak, akkor elvesztik minden gátlásukat, és valóban önmaguk tudnak lenni és szabadok mennyivel inkább kell hát nekünk hívőknek ilyennek lennünk, sokkal inkább, mint a világiaknak. Nos, ezek rémisztő szavak. Szeptemberben egy konferenciát is fognak tartani, és azt a reklámozandó mutattak egy részletet, melyen pont ez a dicséretvezető szolgált, és az egész úgy nézett ki, mint a pogány mulatozás lenne. És ezt a szellemi mérget már a mi városunkba is behozzák. Isten könyörüljön rajtunk. Eddig tart PV levele. Emes ezt írta. Olvastam a cikkedet, zárójel kinyitva. Azok, amiért ott hagyom, a profétai mozgalmat zárójel bezárva. És az abban leírtak annyira hasonlítottak arra, amit én is megtapasztaltam, és arra, amit én is éreztem akkor, amikor tavaly nem olyan régen egy hasonló profétai konferencián vettem részt. A megfigyeléseit és észrevételeit teljesen megegyeznek azzal, amiket én is megláttam ott. Ezek az úgynevezett proféták és dicsőítők valójában megtévesztő, és familiáris szellemeknek adtak teret, angyalokat imádtak, és istentelen szellemi portálokat nyitottak meg, sőt, át is mentek azokon. Soha életemben nem szomorodtam meg, és nem háborodtam fel még annyira, mint amikor ezeket láttam. És úgy tűnt, senki még csak ézesen vette, se nem törődött azzal, hogy mi is folyik ott valójában, kivéve a társaimat és a tanítványaimat, akik szintén ugyanezeket vették észre. Annyira felháborodtam, hogy erősen fontolgattam azt, hogy konfrontálódok velük, zárójel megnyitva, ezekkel a nagy nevű vezetőkkel, zárójelbe bezárva. A másik, nyugtalanító dolog pedig az volt, hogy egyes köztiszteletben álló vezetők nem tudtak szellemi megítélést gyakorolni, és nem tudták korrigálni a helytelen dolgokat. A leghátborzongatóbb az volt, hogy az egyik ilyen szellem, amelyik azokért a bizarr nevetésekért volt felelős a konferencián, utána követett minket a nagy bevásárló központba, miután mi eljöttünk a konferenciáról, és azt eredményezte, hogy az egyik fiatal előadó, aki ott az egyik kis boldon árult, elkezdett megnyilvánulásokat produkálni, amikor elhaladtunk mellette, és ugyanazt a nevetést is produkálta. Isten megmutatta nekem, hogy a többi vezető azért nem tudta a szellemek megkülönböztetését gyakorolni, mert pénzt fogadtak el, így a mammon szelleme megvakította a szellemi személyeket, hogy ne lássák, mi folyik ott valójában. Bárcsak a mi kortárs evangelistáinknak, profétáinknak, misszionálásainknak ne kellene az anyagiakért kódolniuk, és ne kellene az Istentől kapott ajándékaikat ilyen szellemileg megfertőzött célokra használniuk. Csak azért, mert a modern egyházrendszer erre kényszeríti őket, és emiatt az elhívásuk helyett az ilyen pénzszerzési lehetőséget kell hajkurászniuk. Ez annyira szomorú. Eddig tart emes levele. A szerző megjegyzése, kedves olvasó, arra kérnélek, hogy különösen alaposan olvasd el a következő beszámolót, mert ezt egy olyan keresztény testvérnő írta, akit én nagyon odaszánt, szent szellemmel betöltött keresztényként ismerek. Egy igazi imaharcosként is. Az ő beszámolója egyenesen Todd Bentley tanításaira vonatkozik, aki által az úgynevezett floridai ébredés elkezdődött. Lean tehát ezt írta. Miután Isten megadta nekem, hogy a Szent Szellemmel betöltekezhettem, az Úr csodálatos módon munkálkodott a szívemben, és én először az életemben megértettem azt, hogy milyen komoly, valóságos dolog is a bűn, ami elválaszt minket a Szent Istentől, és hogy nem lehet köze a sötétségnek a világossághoz. Én elkezdtem komolyan gyűlölni a bűnt, és rájöttem, hogy szentségben és teljes szívemből akarom Isten szolgálni. Az Úr egy nagy vágyat is adott a szívembe, az iránt, hogy az elveszetteket elérjem, és egy álmomban még a poklot is láttam. A szeretetem az úr iránt egyre csak nőtt, állandóan róla és az ő dolgain gondolkodtam. Mint ahogy azt a mai napig is teszem, és a szellememben annyira nagy éjség töltött el engem az úr felé, csak az volt a gond, hogy valahogyan mindig a rossz helyeken kezdtem el őt keresni. Így történt, hogy még ott az elén kikötöttem Jill Ostinnek az alkalmain, aki tanított minket és imádkozott értünk, és folyamatosan csak az angyalő meglátogatásairól beszélt nekünk. Ennek az lett az eredménye, hogy még több szellemi megtévesztés és sötétség ajtó nyit ki előttünk. Egyedül Isten kegyelmének köszönhető, hogy ki tudtam jönni ebből a megtévesztésből, de ez még így is elég sok időbe telt, és az Úr kellett, hogy radikális módon megmutassa nekem, hol ibáztam Istenne való járásomban. Én is becsatlakoztam az a profitai mozgalomba, mivel hogy Jill Austin teljesen benne volt a Kansas városi profitei körben, és én pedig akkor még megbíztam az ítéletében, mert végül is Isten profiteje volt, vagy nem. Elkezdtem tehát én is ezekre a nagynevű, híres szolgálattevőket felvonultató profitai konferenciákra járogatni. Még közben járóként is segítettem a munkájukat, és nem ismertem fel azt, hogy már régóta csak testben járok. Zárója kinyitva, nem szellemben. Zárója bezárva és hogy többre tartottam az emberek személyét, mint magát Istent. Egy óriási sátáni megtévesztés van ott, ugyanis az emberek azt hiszik, hogy minden erejükkel és minden módon Istent keresik. Mindenféle angyali történeteket, zárójel megnyitva, megjelenő angyalpor, angyaltólag, stb. zárójel bezárva, és hallottam ott. És sajnos mégsem ismertem fel azt, hogy ez az ellenségnek csupán egy másik taktikája, megtévesztése arra, hogy elvonja a figyelmedet Isten igaz, helyén való imádásáról, és hogy helyett az élményekre, a megnyilvánulásokra, az emberi és angyali dolgokra fektes hangsúlyt. Jó lehet, hála Istennek, én soha nem jutottam el odáig, hogy angyalokat kezdjek el imádni, de sajnos az én figyelmem is sokszor az Isten ember irányult, és arra, hogy ők milyen szellemiek, és hadd mondjam el, Pontosan ez az, amit ezeket a nagynevű szolgálattevőket élteti és motiválja. Ők ugyanis nem azért lettek dollármélyomosok, mert a keresztet és a megtérést prédikálják. E konferenciák többségét egyfajta szellemi sötétség zárójel megnyitva, sötét szellemi lények zárójel bezárva követik. A Szent Szellem sokszor beindította bennem a szellemi szerzőimet, és megengedte azt, hogy meglássam ezeket a sötét szellemeket, bizonyos szolgálattevőkben, például két nagy hírű, női konferenciavezetőben szinte egészen addig a pontig, hogy láttam, ezek a szellemek bennük hogyan sikítanak, És akkor azt mondtam, köszönöm neked Uram, hogy megmutattad nekem, hogy ezek hamis proféták, de sajnos én még ekkor is bizakodva kerestem ezekben a körökben az igazi szolgálattevőket, és még mindig nem figyeltem úgy, ahogy kellett volna arra a bizonyos belső csendes hangra, a szent szellem hangjára. Aztán eljött szolgálni Rodney, Howard, Brownie, és a Szent Szellem megmutatta, milyen szellemi sötétség állt mögötte. Ezek után elkezdtem figyelni Patricia Kinget és Todd Bentley-t. És mivel akkor még egyáltalán nem tudtam arról, milyen irányított harmadik menny vizualizációkat folytatnak le, részt vettem egy ötnapos Patricia King féle konferencián, és két Todd Bentley féle konferencián is. Sajnos én is elkezdtem ezeket a harmadik mennyféle meglátogatásokat, irányított vizualizációkat elkézelegetni, és nem ismertem föl, hogy ezek a szellemek valójában a sötétség szellemei. A New Age ezeket a szellemvezetőknek hívja, és nem mások, mint démonok. Nos, tehát én akkor sajnos még Todd Bentley egyik hangfelvételet is megvettem, amely a harmadik mennyféle vizualizációról tanít, és hazavittem, hogy otthon hallgassam meg. Ott faküdtem tehát a padlón a napolimban, miközben hallgattam azt, hogy hogy kell a harmadik mennyet vizualizálni, miket kell mondani, stb. És már teljesen kezdtem is ennek hatására átszellemülni, mikor hirtelen elkezdtem irányíthatatlanul rángatózni, vonaglani és nyögni, és szinte rögtön ezzel egy időben egyszerűen megmerevettem. Egy testvészemet sem tudtam mozgatni, és akkor azonnal felismertem, hogy egy démon próbál éppen uralmat venni rajtam. Ekkor minden erőmmel, amit csak összetudtam szedni magamban, elkezdtem kiáltani. Istenem, ments meg! Jézus, segíts! És abban a pillanatban, ahogy az úrhoz kiáltottam, a testem merevsége felengedett, és már tudtam mozogni. Isten akkor este szó szerint megmentett, megszabadított engem, amiért örökké hálásra szek neki. Azt az estét könnyek között töltöttem, sírva kértem az urat, hogy bocsásson meg nekem, és közben megtagadtam minden negatív szellemi befolyást, amit beengedtem az életembe, azáltal, hogy kézrátételre imádkoztak értem, és megtagadtam mindazt a szellemi megtévesztést, amelynek megnyitottam magam, és melyel megszomlítottam magam a szent szellemet. És bocsánatot kértem az úrtól, hogy ezzel a megtévesztéssel az ő igazi erejének és személyének egy torsz képet engedtem be az életembe. Azóta már nem tudok és nem is akarok csendben maradni ezzel kapcsolatban. Igyekszem mindenkit figyelmeztetni, amikor ezek a dolgok szóba kerülnek. Én ugyanis benne voltam sok évvel ezelőtt, és csináltam mindezt. De most már erőteljesen figyelmeztetem az embereket arra, hogy e szolgálattevők közül sokan szellemi sötétségben járnak. Csak éppen úgy állítja meg ezt az egészet, hogy annyi igazság látszatot keltsenek, amely még éppen elég az, hogy az emberek azt higgyék, ők Isten valódi apostolai profétái. Bár csak adná az Úr, hogy sokan felismerjék ezt a megtévesztést, és ki tudjanak jönni ezekből. Eddig tart Lin levele a gyógyító ébredés szellemi gyökerei. Hadd hívjon fel már a figyelmedet, kedves olvasó, az előbb leírt beszámolóra, zárója kinyitva, a linére, zárója bezárva, hogy őt ebbe a New Age technikákat teljesen megegyező vizualizálási gyakorlatokba Todd Bentley tanításain keresztül vezették be. S vajon Todd itt csak egy egyszerű alkalomról szóló szellemi balépést követett volna csak el? Nem, egyáltalán nem. Mint ahogy azt korábban már említettem, tudott jól ismerik a profétai mozgalom körében, és mégpedig arról, hogy ő mindig is élen járt minden új és furcsa szellemi hóbortnak a gyakorlásában, amelyek csak végig söpölt a mozgalmon. Ezekben a dolgokban mentorai olyan emberek voltak, mint például Patricia King, zárója kinyitva, az Extreme Prophetic TV programból, zárója bezárva, és Bob Jones, zárója kinyitva, egykori kenzesi proféta, zárója bezárva, akik mindketten elismert nagy nevek a profitei körökben. Todd Bentley már évek óta részt vesz ilyen dolgokban. Sőt, valójában az ilyen és hasonló furcsaságok jellemzik leginkább az ő szolgálatát. A fent leírt tapasztalatok tehát tipikusak, és teljes mértékben jellemzik korunk profétai, torontói, folyó, ébredési alkalmait, amelyeken láthatóan teljesen Féredolnak minden szellemi megítélő képességet, és ahol látszólag minden belefér. A szellemi részegség, remegések, rázkodások, hisztériás nevetőgörcsök, állati hangok, összegörnyedések, szellemben való áztatódás. Szellemi szülési fájdalmak, harmadik mennybeli portálok, aranypor, tollak, égkövek, angyalok észelése, fénykörök látása, és minden más egyéb szellemi manifestáció, amelyeket csak elképzelhet az ember az atmoszféra, amelyben mindezek lezajlódnak, teljesen ellentétesnek tűnnek azzal a szent, Isten dicsőséget hordozó, fenséges légköle, amelyre a szentírás úgy beszél, hogy szent, szent, szent. Sőt, távolabbra már ha akarna se tudnak kerülni ettől. Zárja kinyitva. Kedves olvasó, azt itt mindenképpen szeretném megjegyezni, hogy az átlagos normális pünkösdi jellegű alkalmak egyáltalán nem ilyenek, és nem is minden profitei alkalom néz ki így. Itt általánosságban véve a profétai torontói folyómozgalom alkalmányról beszélek, ahol ezeket a nagyon népszerű, egyre jobban elterjedt furcsaságokat lehet találni. Zárójá bezárva. Sajnálatos módon, mikor ez az élménymánia először 1994-95 körül elkezdett tömeges méreteket öltve elterjedni, nagyon kevés karizmatikus vezető állt ki ezek ellen. Emlékszem, Art Kretz írt egy cikket, amiben ez ellen figyelmeztetett. Derek Prince is többször felszólalt, és más, nem annyira ismert keresztény vezetők is, mint például angliai Clifford Hill és mások. Én is igen népszerűtlenné váltam sok profitai mozgalmas kollégám szemében, amikor 1995-től kezdve folyamatosan adtam ki azon írásomat, amelyekben erőteljesen figyelmeztettem mindenkit a jelenségek ellen. De sajnos ez az egész őrült jelenség áradat szinte teljesen, akadálymentesen tudott beáramlani és teret találni. A szellemi megítélés, mint olyan, gyakorlatilag megszűnt, és a józan ész is semmivé vált ezzel együtt. És véleményem szerint a profitai mozgalomban a korábban meglévő igazság és világosság teljesen háttérbe szorult, és egy pár hónap leforgás alatt szinte teljesen el is tűnt. A helyére pedig egy mély szellemi betegség árad be. És természetesen ez volt az, amely gyakorlatilag elvetette nálam a magját a későbbi kilépésemnek, amely egy pár évvel ezután következett be és sajnálatos módon ezekben a bizarr jelenségekben keresendők a jelenlegi gyógyító ébredés gyökerei is. Az 1990-es évek közepén még Rodney, Howard, Brownie és a torontói áldás voltak ennek a kenetnek a főhordozói, azokban a korai napokban az egész még nem szólt másról, csak szellemi részegségről, hisztirikus nevetésekről, rázkodásokról és állati hangokról. Aztán jött a penszakolai, Bronzeville ébredés és a Sunderland ébredés, ahol szintén ugyanaz a kenet működött, bár némileg más jellemzőkkel. De amikor ezek a mozgalmak elkezdtek lecsengeni, főleg a profitai mozgalom volt az, amely ránkot égbe tartotta, és további újabb, egyre extrémebb élményeket kezdett el ezekhez hozzátenni. Nehogy az emberek unni kezdjék az ugyanolyan megtapasztalásokat. Így jutott el az egész az 1990-es 2000-es évekre oda, hogy megjelent az aranypor, az égkövek, a tollak, az olaj, a vizualizáció, a portálok és a furcsa angyali találkozások. A profétai mozgalomban eltöltött időszakom alatt egyértelműen állítom Todd Bentley ezeket a jelenségeket határozottan és végig propagálta sok más kollégával együtt, és innen egyenes út vezetett a jelenlegi gyógyító csak röviden szeretném elmondani azoknak, akik még nem tudják, hogy a floridai gyógyítóhébredés akkor kezdődött, amikor Todd Bentley egy pár alkalmat tartott a Stephen Strader vezette Ignite Churchben és a floridai Lakelandben 2008. áprilisában. Gyógyulások kezdtek történni, és az alkalmakat meghosszabbították. Azután a Gát TV, azaz Isten TV, egy izraeli nemzetközi keresztény tévécsatorna elkezdte közvetíteni az alkalmakat, és a Karizma magazin, illetve más egyéb keresztény médiák pedig elkezdték propagálni az ott zajló eseményeket. Az egész világról elkezdtek odáramlani az emberek. Todd Bentley különös figyelmet fordított a vezetőkre, hogy azok mindenképpen részesüljenek az ő kenetéből, hogy azt haza tudják vinni magukkal. Nem telt sok időbe, és már akkora tömegek voltak ott, hogy az alkalmak helyszínét egy 8000 férőhelyes csarnokba kellett áthelyezni. Majd elkezdtek sportcsarnokokat emlegetni. Nem sokkal ezután e kenet hatása már az egész világon érezhető volt a 14 évvel ezelőtti torontói áldáshoz hasonlóan. Todd Bentley és az ő angyalai Már korábban láttaduk a Todd Bentley féle a harmadik menny meglátogatására irányuló irányított vizualizációs technika szörnyű szellemi veszélyeit. De ő már nagyon régóta részt vesz ilyen dolgokban, propagálva azokat. Én, ameddig a profétai mozgalomban voltam, Todd mindig is úgy tartottam számom, mint az egyik legkirívóbb szolgálattevőt. Ő ugyanis bármiféle gátlás és aggodalmaskodás nélkül mindig is igen népszerűsítette a női angyalokat, a gazdaságot hozó angyalokat, illetve mindenfajta megkérdőjelezhető szellemi élményt és kenetet, amit csak el tudunk képzelni. Ráadásul volt egyfajta szellemi erő az egész mögött és bennem leginkább ez indította el a vészjelzőket. Itt ugyanis nem csak a dolgok felnagyított túlzásairól van szó, az emberek e jelenség kapcsán valódi szellemi erőkkel szembesültek. Hatodszak példát Todd egyik írásából arról, hogyan vezetett be embereket az angyalokkal való találkozásaival. A következő részlet Todd 2003-as szikkéből van, melynek címe angyaliságek. Tehát, amikor anyagi területen, áttörése és áldásra van szükségem, akkor nem csak imádkozom és kérem Istent arra, hogy megáldjon, nem, hanem elkezdek közben járni és együttműködni az angyalokkal úgy, hogy arra kérem az atyát, hogy küldje el hozzám azokat az angyalokat, akik arra vannak kijelölve, hogy nekem pénzt szerezzenek. Atyám, add meg nekem a mennyekből most azokat az angyalokat, akik ki vannak rendelve mellém, hogy pénzt és gazdagságot hozzanak nekem legyenek ezek az angyalok most ki ide küldve, menjenek el a föld négy szélére, és gyűjtsenek nekem pénzt. Zárója kinyitva a szerkesztő megjegyzése. Ha már volt dolgod varázslással, akkor jól tudod, hogy azok is így küldik ki az ő szellemeiket, hogy azok pénzt szerezzenek nekik. Ez nagyon veszélyes szellemi cselekedet, és teljesen ellentétes a bibliai gyakorlattal, zárója bezárva. Todd Bentley így folytatta. Emma a profétai mozgalom angyala. Most hadd osszak meg veletek egy Emma-val történő angyali találkozást. Bob Jones 1980-ban kétszer is megkérdezett engem ezzel az angyalak kapcsolatban, aki ott volt Kansas City-ben. Tudod, láttad már az Emma nevű angyalt? És ezt ő úgy kérdezte tőle, mint a természetesnek vette volna, hogy ez az angyal már megjelent nekem. Meglepődve kérdeztem, Bob, ki ez az Emma? Ő pedig elmondta nekem, hogy Emma volt az az angyal, aki az egész profétai mozgalom születésében segített, még az 1980-as években, hogy elindulhasson Kansas City-ben. És hogy ez az Emma egy anyai típusú angyal, aki az egész akkori kivontakozó profétai mozgalmat gondozta. Azután a beszélgetés után néhány héttel történt az, hogy én éppen az észak-dakotai szolgáltam. Az alkalom közepén, Éppen Ivánnal beszélgettem, és még más valakivel, amikor bejöttem ma. Ahogy nyitott szemekkel bámultam nemára, az úr azt mondta, itt van Emma. Nem viccelek. Emma mint egy három centivel a föld felett levegett, olyan volt majdnem, mint Catherine Kuhlman azokon a régi felvételeken, amikor a suhogó fehér ruhában szolgált, és úgy tűnt, mintha a padló felett lebegne járás közben. Emma fiatal és gyönyörű volt, körülbelül 22 év körülnek tűnt, de ugyanakkor idősnek is. Úgy nézett ki, mint aki a példabeszédek 31 ben leírt bölcsességet, erényt és kecsességet testesíti meg. Besóant a szobába, és gyönyörű színek és fények áradtak belőle. Táskák voltak nála, amelyekből elkezdett aranyat elővenni. Aztán, ahogy fel és lesétált a teremben, középen a székek között aranyport kezdett el az emberekre hinteni. Három héttel az angyal meglátogatás után, az a gyülekezet a szolgálatom során az eddig legnagyobb felajánlás adta nekem dollárok ezreit dollárok ezreit. És az említett angyali látogatás alatt volt az is, hogy a pásztor feleségét zárójel megítva, ez egy AOG gyülekezetben történt, zárójel bezárva, teljesen betöltötte, totál kiütötte a Szent Szellem, és elkezdett körbe-körbe rohangászni, és ugatni, mint egy kutya, és olyan hangokat kérni, mint egy csirke, ahogy erőteljes profitai szellem töltötte be. Sőt, ahogy ez a kenec rászállt, számára teljesen idegenek telefonszámai kezdtek el megjelenni előtte, akiket ő fel is hívott, és a telefonban elkezdett neki profétálni. Aztán angyalok kezdtek feltűnni a gyülekezetben. Eddig az idézett Todd Bentley angyalik seregek cikkéből. Nem úgy hangzik ez az egész, mintha hamis angyalokról lenne egy szó. Olyan hamis szellemekről, akik a világosság angyalának álcázzák magukat? Nem lehetséges-e, hogy ennek a szellemi erőnek a forrásai idegen szellemek? A Biblia ugyanis világosan utasít minket. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. 1 János 4, .1. De nekem egyáltalán nem úgy tűnik, hogy ezt a bizonyos szellemek megvizsgálását elvégeznék ezekre a furcsa találkozásokra vonatkozóan. Személyes szinten nekem egyébként nincs semmilyen problémám Todd bentley -vel. Sőt, valójában elmondhatom, hogy annyira személyes szinten nem is ismerem őt. Tehát itt nem erről van szó, de a szolgálata mindig is nagyon nyugtalanított engem. Pontosan emiatt a furcsa, nála láthatóan működő szellemi erő miatt, mint ami például a fenti beszámolóból is kitűnik. Számára ebben semmi szokatlan nincs, neki teljesen természetes, hogy kapcsolatba lép az ő angyalaival, és hogy a közönséget is ráveszi ugyanerre. Az által vezetett alkalmak teli voltak ilyesmivel, de engem ezek az által propagált élmények mindig is sokkal inkább emlékeztettek a New Age Kundalini manifestációkra, semmint bármire, ami keresztény lenne. És komoly kérdés van benne azzal kapcsolatban, hogy valójában milyen szellemek is működnek rajta keresztül. És erre pont ő tűnik fel a pódiumon egy nagy, az egész világra kiterjedő mozgalom élén, amely ezt az ő furcsa kenetét mindenhová továbbadja és terjeszti. Nem is olyan régen, egyszer azt állította, hogy az egyik harmadik menny útja során szó szerint ott volt abban a kis házban, amelyben Pál Apostol él a mennyben. Állítólag ekkor Pál Apostol azt mondta neki, hogy a zsidókhoz írt levél szerzője azért nem állapítható meg egyértelműen, mert azt ő Ábrahám Páti Árka személyes segítségével írta. Pál azt mondta, hogy amikor a harmadik mennyben jártam, úgy volt ott velem Ábrahám, mint ahogy most te vagy velem. Maga Ábrám osztott meg velem információkat, és én azt egyszerűen leírtam, zárójel megnyitva, a zsidókhoz írt levélben, zárójel bezárva. A szerzőség azért nem egyértelmű, mert Ábrám és én írtuk. Ábrám osztotta meg velem annak tartalmát. Toddnak a harmadik mennyféle mesét tele vannak ilyen elképesztő állításokkal. És persze még több angyallal, Zárójel megnyitva, lást, találkozás szemtől szemben, második rész írta Todd Bentley zárójel bezárva. Lehet, hogy vannak olyanok, akik szerint én örömmel vájkálok ezekben a dolgokban, de a tény az, hogy nekem egyáltalán semmiféle örömet sem okoz, hogy ezekről kell írnom. Sokkal inkább a szomorúság és a fájdalom tölt el. Valójában nagyon is utálom, hogy ilyenekről kell írnom. De mi van akkor, ha valami komolyan nincs rendben ezzel az egész világra kiterjedő, nagy hatással bíró mozgalom van, és senki sem figyelmeztet erre? Vajon helyesen ilyen esetben csendben maradni? Mi van akkor az úr drága nyájával? Nem kell őket figyelmeztetni? Mielőtt bárki is azt gondolná, hogy tud, már minden bizonyal hátrahagyta ezeket a furcsa szokásait, hadd mondjam el, hogy jelenleg a Freudai alkalmain is folyamatosan emlegeti az ő angyalait. Az egyik nemrégiben felvett a floridai alkalmak egyikét megörökítő videófelvételen, amelyet bárki meg tud nézni az interneten, tud egy olyan angyalról beszél, aki meg fogja látogatni a gyerekeket. Ennél a ponttal aztán tud elkezd nagyon remegni, rászkodni és kontrollálhatatlanul nevetni. Egyre jobban. Majd azért imádkozik, hogy a helyet töltse be a részeg dicsőség és látható, hogy az emberek elkezdenek reagálni. Egy másik videófelvételen ott áll vele a színpadon a német prédikátor Stefan Dries, és mindketten ide-oda dülöngélnek szinte ittas módon, miközben Stefan egy általa éppen akkor megtapasztalt angyalő találkozástól számol be. Tud átadja az ő kenetét Stefannak, oly módon, hogy a térdével, mint egy belerúg annak a hasába, és Stefan a földre zuhan, és kontrolálhatatlan vonaglik. Ezek a bizarr manifestációk, és az ezeket kísérő angyalok úgy tűnik, hogy teljesen láthatják az egész floridai ébredést. Sőt, nagyon sok esetben az angyaloknak tulajdonítják a gyógyulásokat. Zárójel kinyitva, kérlek nézd meg a Todd személyben végbemelő változást is e manifestációk alatt. Ijesztő. zárójel bezárva. Az egyik szemtanú így írta le ezeket a floridai kenet átadásokat ameddig csak a szem el tudott látni, és ezt szó szerint értem, emberek tömegei feküdtek mindenhol a padlón remegve, rászkodva, üres tekintette, teljesen kiütve, vagy szinte eszméletlenül, mint akik nincsenek maguknál. Todd Bentley tehát pontosan ezekben a jelenségekben van igen nagyon otthon, és már jó régóta. Nagyon kevés új dolog van ezekben. Valójában elmondhatjuk, hogy a jelenségek túlnyomó része nem más, mint a torontói jelenség átsugárzása. Ám Todd és Bob Jones ezt az új floridai ébredést egy olyan angyalnak tulajdonítja, aki elhozta a változás szereit ehhez az új mozgalomhoz, és aki szerintük még mindig irányítja ezt a jelenség áradatot. Egy fiatal predikátor, aki figyelmesen követte a floridai eseményeket, azt jegyezte meg, hogy Todd láthatóan többet beszél az ő gyógyító angyaláról, mint Jézusról. Igen, pontosan. A Szentírás azonban kifejezetten figyelmeztet minket arra, hogy az ördög átalakítja magát a világosság angyalává. Zárójel kinyitva, 2. Korintus 11.14. Zárójel bezárva. Azokkal kapcsolatban is figyelmeztet minket az ige, akik angyalokat imádnak. Zárójel kinyitva, Kolossi 2.18. Zárójel bezárva. Továbbá azt mondja, hogy még ha ember vagy angyal is egy hamis evangéliumot, átkozott legyen. Zárójel kinyitva, Galata 1.8, 8 zárójel bezárva. És hogy vannak-e olyan igazi jó angyalok, akiket valóban Isten küld, és akik néha megjelennek az embereknek? Igen, vannak. De azok mindig magukkal hozzák az Úrszent félelmetes és lenyűgöző jelenlétét. És a Biblia újra és újra határozottan figyelmeztet minket arra, hogy vigyázzunk a megtévesztésekre és a hamisítványokra. És azt mondja, hogy az utolsó napokban hamis proféták jönnek, akik jeleket és csodákat tesznek. Hogy megtévesszék, ha lehet még a választottakat is. Zárója kinyitva, Márk 13.22. Zárója bezárva. Valóban azt gondoljuk tehát, hogy az ördög nem tud csodákat tenni. Tényleg elfelejtettük mindazt, amit a Biblia világosan mond nekünk. Amikor a Szentírás egyértelműen beszél arról, hogy az utolsó időkben megtévesztő szellemek, démonok tanításai és hazug jelek és csodák lesznek majd, vajon hallgatunk-e arra, amit az ige mond nekünk, vagy figyelmen kívül hagyjuk azt? Nem kellene még elővigyázatosabbnak lennünk most, ebben az időszakban, mint bármikor a történelem során? Néhány azt mondják, hogy Tudnak minden bizonyal egy erős, gyógyító ajándéka volt már egészen a szolgálata a kezdetétől és hogy pont emiatt a floridai jógyilások egy része valóban lehet Istentől. Igen, úgy gondolom ez elképzelhető, talán valószínű is. Ám hogyan bízhatunk bármiben is, amely egy ilyen forrásból jön, és amelyet már teljesen bemoskolt ez a szellemi szenny? Valóban azt akarjuk, hogy egy ilyen ember tegye ránk a kezét, és adjon át nekünk a téből és a szellemeiből? A tot szolgálata mögötti angyalok vajon valóban Istentől lennének, vagy sem? a legragadósabb, legterjedősebb kenet. Még maga Todd Bentley is azt állította, hogy ez a kenet volt a legragadósabb mindazon kenetek közül, amelyeket ő valaha is átadott. Zárójel megnyitva más savakkal, ez a leggyorsabban, legkönnyebben átható kenet. Zárójel bezárva. És úgy tűnik, valóban ez a helyzet, ez a kenet az egész világon szuperszonikus sebességgel terjed. Egy misszionáros ezt írta, miután a floridai alkalmakat nézte. Todd benti állandóan a kenetre irányítja a figyelmet, és hagyja magán azt úgy manifestálódni, hogy ide-oda a fejét, és a teste pedig állandóan remeg. És hasonló dolgok történnek azokkal is, akiknek átadja a kenetet. A karját lengeti a közönség felé, és azt ordítja, hogy tűz, 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 és a közönség tagjai közül sokan manifestációkat kezdenek-e produkálni. Néhányan, mintha összegörgyennének, és voltak, akik úgy néztek ki, mintha szó szerint egy szellem jól elbugyálta volna őket. Egy CBN-es keresztény TV interjúban Todd ezt nyilatkozta. Itt Floridában mi most arra összpontosítunk, hogy minden este annyi emberre tegyem rá a kezem, ahányra csak tudom. Legyen az 5000 vagy 10.000 fő. És minden este ezért imádkozom, hogy Isten csak adjad, adjad, adjad nekünk a kenetet. Igen, itt ez van a középpontban, a kenet átadása és valóban egyre csak érkeztek a hírek arról, hogy a kenetet folyamatosan vitték át Floridából, egyre több másik amerikai államba és más országokba is, az egész világon mindenfelé. És hogy mi történik azokon a helyeken, ahol beköszönt ez a kenet? Egy Angliába jövő beszámoló adott hírt arról, hogy volt egy prédikátor, aki a totféle kenetet magával vitte Floridából, és az most már az angliai alkalmain a következőképpen nyilvánul meg tüzet, egyfajta égő érzetet éreztek a testükön az emberek. Öröm és részegség kitörések voltak, és végig az alkalma spontán gyógyulások történtek. Egy másik szemton hawaii így írta le, milyen volt az, amikor hozzájuk is megérkezett a floridai kenet, hogy a pásztor rátette a kezét az emberekre, azt üvöltötte, hogy tűz, és az emberek elkezdtek hullani, mint a legyek. Mindól emberek feküdtek, üvöltözve, sírva, gyötrödve, zokogva, nevetve, remegve, némék az erő alatt vonaglottak, és úgy este kell, mint a legalábbis valami, mennykő zuhant volna rájuk. Egy férfi azt írta nekem a floridai Clearwaterből, hogy a közösségből egy csoport elment Léklenbe, és utána visszahozták magukkal ezt a kenetet, amelyet a személyes tapasztalati alapján aztán így jellemzett nekem. Így viselkedtek utána azok az emberek, akik elmentek az ottani alkalmakra, és ott vagy kézrátétel imádkoztak értük, vagy pedig csak úgy állításuk szerint megkapták ezt a szellemet. Egyfajta gyermeteg részeg mámorhoz hasonló állapotban jöttek vissza. Az erejükben, a fejükben vagy a hasukba egyfajta égő érzetet írtak le. Úgy érzik magukat, mint a előre és hátra löködnének, mint a hullámok az óceánban úgy táncanak össze-vissza, mint a részegek. A legalkalmatlanabb időpontokban kezdenek el kiabálni és kitozni, mint a legalábbis egy foci meccsen lennének. A fiatal férfiak össze-vissza fütyörésznek a kezükkel a fejükön, és azt mondják, hogy úgy érzik magukat, mintha a Szent Szellem mindjárt széteszíteni őket. Egy fiatal ember két hátsó foga teljesen fémes színzetet vett fel. Az emberek szemei össze-vissza forognak, és úgy járkálnak össze-vissza, mint a eltévedtek volna. A nők úgy vonaglanak és púzálnak, mintha valamilyen láthatatlan erővenne épp erőszakot rajtuk onnan a hátulról. Egy komoly, imádkozó időszak alatt ezek az emberek részek kontrollálhatatlan nevetésben törnek ki. Összeesnek, kidőlnek szellemben, egyszerűen leesnek a földre és képtelenek még csak megmozdulni is, zárója kinyitva, mintha valami lefogva tartaná őket, zárója bezárva. Ezeket a dolgokat tapasztaltam meg azokon az embereken, akik onnan visszajöttek és utána részt vettek az alkalmon. Nem egy ember közülük egyébként jó barátom. Eddig a levél. Egy másik szemtanú Amerikából ezt írta. Egy barátom meghívott engem a gyülekezetébe, ahol is a szolgálat csoport éppen azelőtt járt léklendben, és onnan visszahozták magukkal ezt a tüzet. Először dicséret és imádat volt. A pásztor felesége Vezette le az alkalmat, de alig tudta befejezni a bondataid, mivel részeg volt szellemben. Olyan hangokat is produkált, amelyekről te is írtál a blogodban. Láttam, ahogy az emberek irányíthatatlan nevetésbe törtek ki. A Bibliámmal a kezemben jöttem, hogy igei üzenetet kapja, de nem volt se tanítás, se prédikálás, csak bizonságok. Arról beszéltek, hogy milyen dolgokat éltek át lélekben, és hogyan nőtt a közönség létszáma több mint tízezerre. De hol volt az igei üzenet? Nem volt egy sem. Majd valaki azt kiáltotta, hogy bum, és egy illető kifeküdt a szellemben. De én nem akartam mások megnyilvánosát utánozni, és jó lehet, nagyon hezitáltam, zárójel kinyitva, valószínűleg a Szent Szellem próbálta azt nekem, hogy meneküljek ettől az egésztől, zárójel bezárva. Mégis én is beálltam a kenet átadására váró emberek sorába, vagy úgy láttam a vezetőség, elég csalódott volt, mivel én nem szóltam a földre, se nevetésben nem törtem ki. Bár a kezemben én is, mint a tüzet éreztem volna. Utána az egész hétvégén azon tűnődte, mi is történt ott, azon az alkalmon. Ma azonban rákerestem a neten, léklendre, és olvastam a blogodat. Rájöttem, hogy jobban kellett volna figyelnem a bennem lévő figyelmeztető hangra, és nem lett volna szabad beállnom az imára várok sorába, azonnal meg is tértem ebből. Eddig a levér. Egy másik férfi Amerika észak-keleti részéből ezt írta. Elmentem Connecticut állambeli West Havenbe a múlt héten. Elméleték egy olyan alkalommal voltam hivatalos, amelyen különböző szolgáló csoportok jöttek össze, hogy egymást bátorítsák és együtt imádkozzanak. Néhányan azonban voltak léglenben, és azok más nem csináltak, csak vonaglottak. És úhokat kiabáltak, majd arról kezdtek-e beszélni, hogy ez Bob Jones a harmadik hullámnak hívta, és mindannyian oda és vissza voltak azért, amit ők csak részek dicsőségnek hívtak. Tegnap este a connecticut közösségben is elkezdték a saját ébredési alkalmaikat és kenet átadó összejöveteleiket, és az egész ott is elkezdődött. Úgy tűnik, hogy az USA észak-keleti része kezd már meleg lenni ennek az egésznek. Mindenhol kenet átadó alkalmakat tartanak, és szinte már csak erről szólnak a hírek. Nekem pedig azt mondják, hogy mivel megkérdőjelezem az egész jelenség hitelességét, meg vagyok téveszte, és hogy Szent Szellem vagyok. Zárója kinyitva, eddig tart a beszámoló, zárójal bezárva. Nagyon sok az usa jövő beszámoló szerint igen sok pásszor hagyta, illetve akarta, hogy kézrátétele imádkozzanak értük, hogy ők is megkapják a floridai kenetet, hogy aztán azt tovább tudják majd a saját gyülekezetüknek. A Karizma magazin megkérdőjelezi az eseményeket. Érdekes módon az amerikai Karizma magazin néhány héttel azután, hogy 2008 áprilisában egy elragadtatott hangú beszámolót közölt mindarról, ami Floridában zajlott, és amelyben előszeretettel propagálták az ottani dolgokat, a szerkesztőjük Jay Lee Grady egy olyan cikket jelentetett meg, amelynek már határozottan más hangvétele volt. A címe az volt, hogy őszinte kérdések a léklendi ébredésről, és melynek ezek voltak a nyitósorai. Az ébredési láz minden szent kitörését támogatom, de legyünk óvatosak, és vigyázzunk arra, hogy ne essünk a büszkeség és a tévedés hibáiba. S míg Grady nagyon óvatosan közelíti meg a dolgokat, és kifejezte azt, hogy támogatja a léklendi történéseket, és hogy hisz a gyógyulásokban, mégis sikerült nagyon komoly figyelmeztetéseket is megfogalmaznia, amelyek azonban a korábbi, óvatoskodó megjegyzéseit erősen megkérdőjelezték. Az idézet. Attól tartok, egy másik üzenetet is átadnak léklendben, méghozzá alig észrevehető, alattomos módon egy olyan üzenetet, amelyet a szektársadási veszélyeket figyelők úgy jellemeznének, mint szellemi hamisítvány. Bentley ugyanis egyike azon jó néhány karizmatikus szolgálattevőnek, akik az utóbbi pár évben igencsak hangsúlyozták az angyalok témáját. Bentley is tanított olyan angyalokról, akik anyagi áttörés vagy kijelentéseket hoznak, és gyakran utal egy olyan angyalra, akit Emmának hívnak, és aki a feltételezések szerint szerepet játszott abban, hogy a 80-as évek profétai mozgalma elinduljon Kansas city -ben. Bentley úgy írja le ezt az angyalt, mint egy nőt, aki kecsesen, leomló hófej ruhában egy pár centivel a padló fölött lebeg. De már Pálapostól is egyértelműen leírta, hogy az angyalokkal a túlzott foglalkozás komoly megtévesztésekhez vezethet. De itt nagyon óvatosnak kell lennünk. A mi dolgunk ugyanis egyáltalán nem az, hogy Isten emberét arra tanítsuk, hogy angyalokkal társalogjanak, vagy hogy tőlük vegyenek kielentéseket. És ha bármelyik ébredési mozgalom nem számít, hogy mennyire izgalmasnak, vagy szenvedélyekkel állítatott látszik is, Jézus evangéliumát ezzel az idegen tűzzel keveri össze, az eredmények pusztítóak lehetnek. Ne felejtsük el, hogy a mormonizmus is abból nőtt ki, hogy egy férfi, egy sötét, nem Istentől való angyalal találkozott, aki mégis azt állította, hogy Isten küldte. Eddig az idézet. A Karizma magazin szerkesztője nem állt meg csupán ennél a figyelmeztetésnél, továbbment és a bizarr manifestációkkal kapcsolatban és komoly vészjelzést fogalmazott meg. Az idézet. Sok korunkbeli karizmatikus ébredésben történt már meg az, hogy a szolgálattevők megengedték az embereknek, hogy azok úgy viselkedjenek a színpadon, mint az epilepsiások. És ezeket az össze-vissza bolondságokat, amelyekkel az azt gyakorlók pusztán az emberek figyelmét akarták magukra vonni, a Szent Szellemnek tulajdonították. Persze, gondolhatjuk azt, hogy mindez csupán jó móka, zárójel megnyitva. Tudod, mi csak a bolondok vagyunk Istenért. Pont, 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 zárójel bezárva. De nagyon kellene arra figyelnünk, hogy az ilyen viselkedés táptalaja a testiségeknek és megszomorítja a Szent Szellemet. Ha ezeket az egzotikus manifestációkat bátorítják, akkor az emberek valóban elérhetnek egyfajta vallásos csúcsélményt. A rángatózásokból, a remegésekből, sikításokból, vagy éppen abból, ha úgy viselkednek, mint a részekek lennének zárója kinyitva, én már voltam olyan emberek között is, akik úgy vonaglottak, mint a fizikai fájdalmuk lenne, sőt majdhogy nem, szexuális zajukat adtak ki, azt gondolva, hogy ez egy legitim, szellemi, megtapasztalásban van részük, zárójel bezárva. Ha megengedjük, hogy a bizarr viselkedésforma előtérbe az a színpadra kerüljön, akkor azt implikáljuk, hogy az a normális, így még több furcsa tűz tud terjedni. Eddig az idézet. Érdekes módon Grady még itt sem állt meg, még egy harmadik figyelmeztetést is leírt. Idézet. Óvakodjunk a túlzásoktól és az események felnagyításától. A léklendi ébredés során használt kifejezések már szinte cirkuszi jellegűek. Az emberek úgy hívogatják, hogy na gyere vegyél ebből te is magadnak. A csodák pedig úgy pattognak elő, mint a pattogatott kukorica. A szervezők pedig a történelem legnagyobb ébredéseként emlegetik az ottani eseményeket. Eddig az idézet. Én minden esetre nagyon értékelem J. Lee Grady bátorságát a tekintetben, hogy merészelt ilyen fegyelmeztetéseket megfogalmazni. Bár ez természetesen nem jelentette azt, hogy teljesen átállt volna az ellenlábasok oldalára. Még mindig igen sok finomkodó, kitérő, megfogalmazású mondatai voltak. Számomra azonban mindenképpen figyelemre méltó az, hogy a Karizma magazin szerkesztője vette a bátorságot és ennyire világosan fogalmazott megellenvetéseket, illetve figyelmeztetéseket. Észrevehető, hogy ugyanazokat a buktatókat és megtévesztési veszélyeket fogalmazta meg, mint amelyeket mi is tárgyaltunk eddig ebben a könyvben. A megjegyzései sok szempontból megerősítik az általunk megfogalmazottakat, azaz, hogy a floridai mozgalom középpontjában szívében valami igencsak nem stimmelt: egy kundalini ébredés. Az egyik dolog, amelyet már évek óta hangoztatnak az emberek azokkal a megnyilvánulásokkal kapcsolatban, amelyek ezeket a mozgalmakat elemzik, hogy a jelenségek nagyon hasonlítanak azokhoz a kundalini, sakti megnyilvánulásokhoz, amelyeket a hinduizmusban és más keleti vallásokban találunk. De ezt igen nehéz tényként elfogadni, mert annyira hihetetlennek tűnik sokak számára. Hogyan tudna ugyanis egy ilyen szellem pont az egyházban beférkőzni? A hasonlóságok mindesetre figyelemre méltóak. Lehetséges-e az, hogy ez az idegen szellem valahogyan még a korai 90-es években teret tudott nyerni az egyházban, és aztán onnantól kezdve szépen mutálódott tovább, és próbált mindig az aktuális gyülekezeti környezethez alkalmazkodni? Hogyan is nézne ki vajon egy ilyen szellem keresztény közegben? Ha egy kicsit kutatunk az interneten, a kundalini a Shakti címszavak után, akkor azt találjuk, hogy a New Age-es és a keleti vallásokban résztvevők mind a mai napig tömegesen tapasztalják meg ezeket az erőteljes átéléseket. Ez gyakran egy guru segítségével történik, aki megérinti őket a homlokukon. Zárójel megnyitva, ezt hívják Shakti Patnak, zárójel bezárva, melynek következtében ők egy kundalini ébredést élnek át. 1995-ben egy Robert Walker nevű kutató ezt írta. Csak nagyon kevés keresztényben tudatosul az, hogy évezredek óta jól ismert tény, hogy a gurukon keresztül gyógyítások ajándékai, csodák, ismeretbeszéde és a szellemi tudatállapot intenzív megnyilvánulásai történnek akkor, amikor ők szellemben hozzákapcsolódnak egyfajta misztikus erőhöz, ami jól lehet démonikus eredetű, nagyon is valóságos a misztikus hinduguruk által tartott alkalmakat dársánnak nevezik. Ezeken az alkalmakon a guru rajongó hívei előre mennek, hogy a keze érintése által a tenyerük gyakran az illető homlokát érinti meg, egy olyan szellemi megtapasztalásban legyen részük, amit saktipatnak, azaz isteni érintésnek neveznek. Ezt a szellemi megtapasztalást a kundalini előhívásának felemelkedésének mondják. Valamennyi idő eltett után, amikor a megérintett gurú tisztelők egy spirituálisan emelkedett állapotot érnek el, elkezdenek kontorálhatatlanul remegni, rángatózni, ugrálni és vonaglani gyakran irányíthatatlan állathangok jönnek ki belőlük, és nevetés, ahogyan ezt az extatikus csúcsélményt elérik. Ezeket a manifestációkat kriának nevezik. A guru híveinél az is előfordul, hogy ez idő alatt oroszlánszerűen ordítanak és mindenféle fizikai tüneteket produkálnak. Rendszeresen megtörténik az is, hogy a hívek egy magasabb szintű szellemi tudatállapotba kerülnek, és fizikailag mozdulatlanná válnak, szinte úgy tűnik, hogy egy öntudatlan állapotba kerülnek, amikor is teljesen függetlené válnak a kölöttik zajló eseményektől, és azoknak egyáltalán nincsenek tudatában. Ezt az állapotot savathinak hívják, és ez vezet egy mélyebb spirituális megtapasztaláshoz. Egy guru, Sri Yoganiji Maharaja ezt írta. Amikor a tested elkezd remegni, és végig libabőrös vagy, és akár akarod, akár nem, de nevetsz, vagy éppen sírni kezdesz, a nyelvet pedig artikulátlan hangot kezd kiadni, félelem jár át, illetve rémisztő látásokat látsz. Akkor a kundalini, sakti életre kelt, aktívá vált. Eddig az idézett. Kínában van egy igen népszerű kundalini jellegű mozgalom, amelyet Qi Gong a kívnak, amikor Jan Shin, egy kínai Kingong spirituális mester, 1991-ben San Francisco-ban egy tömeg előtt beszélt a San Francisco-i Chronicle című újság arról számolt be, hogy sokan a jelenlévők közül érdekesen kezdtek reagálni, és a reakciókat Jan spontán mozdulatoknak nevezte. Azt mondta a közönségnek, hogy azok, akik erre fogékonyak, lehet, hogy erős fizikai reakciókat kezdenek majd átélni. Elkezdenek nevetni vagy sírni. Ne aggódjatok, ez teljesen normális. Nem hangzik mindez egy kicsit túlságosan is ismerősnek? Nem teljesen azonosak-e ezek a jelenségek mindazokkal, amelyeket az egyházban utóbbi 15 évben láttunk? Nem ugyanaz történik-e itt is? egy szellemi erővel rendelkező vezető megérint az embereket a homlokukon, és mindenféle furcsa manifestáció kezelgel történni? Lehetséges-e, hogy ugyanazzal a szelleme van dolgunk? Azt mindenképpen meg kell látnunk, hogy a Bibliában ezeket a manifestációkat sehol sem találjuk. Az igazi, hogy a Szentírás beszámolt csodákról, gyógyulásokról és a szellem ajándékairól, de ezek a megnyilvánulások teljesen más kategóriába tartoznak ezek ugyanis még a karizmatikus mozgalomban is viszonylag újak. Csak 1994 körül kezdtek el beáradni és terjedni. Honnan jön tehát ez az egész? Van ez a szent szellem munkája, vagy teljesen más szellem áll mögötte? Hadd kérlek arra, kedves barátom, hasonlítsd már össze egy modern ébredésnek az alábbi szereplő leírását a fejjel leért kundalini manifestációkkal. Ezt a leírást az egyik olvasóm küldte, nekem egy pár évvel ezelőtt. De az itt leírtak nagyon hasonlítanak mindazokra, amelyeket sokan más is átéltek. Idézet. Történetesen aztán értem és imádkoztak néhányan azok közül, akik részesültek a torontói járásban. A vége az lett, hogy ott azon az estén velem is az történt, hogy a végtagjaim elkezdtek irányíthatatlan, önkéntelen mozdulatokat produkálni, remegni, miközben én megrészegettem a Szent Szellemben és nevettem megállíthatatlanul. Akkor úgy éreztem, mindez helyén való volt. De ahogy telt az idő, ezek a manifestációk megmaradtak nálam, és gyakran a legalkalmatlanabb időkben törtek rám, és nem tudtam ezeket irányítani. Amikor imádkozni próbáltam az emberekért, vagy éppen csak ültem az Isten tiszteleten, a kezeim és a lábaim elkezdtek remegni és rászkodni. A lábaim cserben hagytak, és erősen kellett egyensúlyoznom ahhoz, hogy egyenesen tudjak megállni, mielőtt ment az dicséret. Hamarosan teljesen világossá vált a számomra, hogy mindez nem a Szent Szellemtől volt, és így bocsánatot kértem az Úrtól azért, amiért engedtem, hogy ez a szellem bejöjjön az életembe. Nagyon kértem az Urat, hogy szabadítson meg engem ettől, és hála neki, ő megtette. Eddig az idézet. Kétség nem fér hozzá, hogy egy hinduguru a fent leírt megtapasztalását simán kundalini ébredésnek nevezné. Ugyanis gyakorlatilag szinte minden aspektusában teljesen megegyezik azzal. És mi az egyházban ezt mégis, mint Istentől jövő áldást tekintjük, és láthatóan pontosan ugyanazt a kenetet terjesztik floridai kenetet átadó alkalmakon. Alapjában véve, ugyanis nem pontosan ez az, ami történik. Ügyölje, a hasonlóság olyan nagy mértékűek, azokat még letagadni sem lehet. Milyen szellem működik itt, tehát itt, kedves barátaim? Látjuk-e ezeket a manifestációkat bárhol is a Bibliában? vagy pedig ez egy idegen, nem istentől való szellem, amelynek valahogyan mégis sikerült meghódítani az egyházat úgy, hogy a világosság angyalának álcázta magát? Egy világméretű mozgalom. Mint ahogy arra J. Lee Grady a cikki rámutatott, már is számos prominens keresztény vezető kezdett el arról beszélni, hogy a floridai ébredés a történelem egyik legnagyobb ébredésű mozgalma lesz. Sőt, vannak, akik szerint ez egyenesen egy vadonatúj ébredés kezdete. Az illéslista lista azt állítja, hogy 2007 szilveszterre a következő zárójel megnyit a 2008-as zárója bezára, évre Isten azt mondta Bob Jonesnak, hogy jön a harmadik hullám. Todd megkérdezte Bob Jones-t, hogy mi az a harmadik hullám, aki azt válaszolta. Toronto volt az első, Pensacola a második, és harmadik hullám neve a változás szelei, és ez Isten cselekszik majd. Ez a soron következő egy globális esemény lesz, ami az egész világot bejárja majd, jelekkel és csodákkal. A harmadik hullám már itt van. A léklendi ébredés vezetőségi körein belül a ilyen jellegű előrejelzések egyre gyakoribbak, és úgy tűnik, hogy bizonyos szempontból igazuk is van, hiszen a Todd Bentley féle freudai kenet már jószerűvel az egész világon terjed, amit azt láthattuk, jönnek a beszámolók az USA egész részéből, és emellett hawaii Angliából, Új-Zélandból, Hongkongból, hamarosan már az egész világról. Ezeket már szinte mindenhol ott van. De hadd fogalmazok meg egy-két komoly kérdést ennél a pontnál, kedves barátaim. Nem lehetséges -e az, hogy ezekkel az erősen megkérdőjelezhető kenetekkel, angyalokkal és manifestációkkal, melyek bentli szolgálatait jellemzik, valójában egy hatalmas, hamis ébredést látunk? És nem lehetséges-e az, hogy ha ez továbbra is ilyen ütemben nő, mint az láthatjuk, akkor szó szerint az utolsó napok egyik nagy megtévesztésével fogja kinőni magát. Egy olyan megtévesztés hozva, amelynek van ereje arra, hogy ha lehetséges, még magukat, a választatokat is becsapja? Nem úgy van-e, hogy ennek a bizonyos mozgalomnak sokkal inkább, mint a korábbiaknak pontosabb olyan jellemzői vannak, mint azoknak a komoly megtévesztéseknek, amelyekről a Biblia is ír, hogy majd be fognak következni? Nem lehetséges-e, hogy ez a mozgalom az utolsó napok egyik nagy megtévesztése? S bár lehet, hogy talán még túl korai ezeket a kérdéseket kategórikusan megválaszolni, a tény az, hogy olyan időben élünk, amikor Isten embereinek nagyon ki kell élezniük, és helyesen kell gyakorolniuk a szellemi megítélő képességüket, jobban, mint bármikor azelőtt. Észnél kell lennünk, vigyáznunk, és figyelnünk kell, mert valóban az utolsó napokban élünk, és az ördög ordító oroszlánként jár szerteszét, keresve, hogy kit nyelhet el. Barátaim, nagyon figyeljünk és imádkozzunk!